1848 tavaszán a párizsi barrikádok hírére egész Európán forradalmi hullám söpört keresztül egészen az orosz határvidékig. A francia főváros eseményei a német területeken, Itáliában és a Habsburg birodalom minden tartományában felkelésekhez, tömegmozgalmakhoz vezettek. A nemzeti függetlenség és az alkotmányos reformok követelése megrendítette az uralkodó dinasztiák önkényuralmát. A sok nemzetiségű Habsburg monarchia csak úgy volt képes a bécsi és itáliai forradalmokon urrá lenni, hogy közben az áprilisi alkotmányban biztosította a magyar reformok győzelmét. A magyar királyság felelős kormánya olyan széles hatáskört kapott, mely a birodalom egységét kérdőjelezte meg. Bécs ezért igyekezett korrigálni, korlátozni a magyar kormányzat működését. Legfőbb törekvése az egységes hadügy visszaállítása volt, miközben a nemzetiségeket a magyarok ellen uszította. Ez a kettős politikai játszma eredményre nem vezethetett. A délvidéki szerb atrocitások, a horvátok fenyegető magatartása a Batthyány kormány elemi érdekévé tették a hadügyminisztérium fenntartását, a Magyar Honvédség megszervezését. A kötélhúzás nyár elején már katonai konfliktussal fenyegetett. Július végén a bécsi tárgyalások végleg zátonyra futottak. A döntést a fegyvereknek kellett meghozniuk. Jelasics Horváth bán a bécsi kormány támogatása mellett megkezdte az előkészületeket egy dunántúli invázióhoz, a legitim magyar kormány szétkergetéséhez. A feladathoz Bécsből rengeteg fegyvert és pénzt kapott. A császári sorezredekből, határőrvidéki és felkelő csapatokból szervezett 40 ezres sereg augusztusban már a Dráva mentén összpontosult. A balszárny 15 ezer katonája Jelasics vezetésével a Mura-Dráva összefolyásánál állomásozott. A középhadat Hartlieb altábornagy vezette, aki Verőcénél várta a támadás parancsát. A leggyengébb jobb szárny Roth és Filipovics tábornokok vezetésével Eszéknél állt. A horvát sereg különféle harcértékű csapatokból tevődött össze. Alapját a horvát határőrvidék második vonalbéli zászlóaljai képezték. Mellettük rosszul felfegyverzett felkelő csapatok és a hírhet szerezsánok vörös köpenyben, hosszú balkáni puskával és hancsárral felszerelve. A bán serege szeptember 11-én lépte át a Drávát. Három hadtestbe szervezve 22 ezer sorkatona és 15 ezer népfelkelő vonult Székesfehérvár felé, 17 lovas század és 8 tüzérüteg által támogatva. A támadás célja nem volt egyértelmű. Az uralkodó mind a magyar kormányt, mind a horvát bán működését legitimítette. István Nádor Habsburg főherceg is a békés megegyezésre törekedett. A horvát támadás a magyar honvédelmet felkészületlenül érte. A magyar népfölkelők csak egy gyenge láncot képeztek a határvidéken. A magyar minisztérium azonban már megkezdte a honvédség szervezését. Kossuth pénzügyminiszterként megteremtette annak anyagi alapjait, és törvény született új honvéd zászlóaljak felállításáról. A
A magyar kormány a hadseregtől erélyes fellépést követelt, de a tisztikar a bonyolult közjogi helyzet miatt nem tudta, kinek tartozik hűséggel, mikor követel hazaárulást és mikor felségárulást. Sok esetben egy-egy ezred összeszokott csapattestei és bajtársi viszonyban lévő tisztjei álltak egymással szemben a két seregben. A velencei tópartján a fővároshoz közel a megszaporodott magyar honvédség végre döntött a csata megvívásáról. Szeptember 27-én Móga János altábornagy, az új kinevezett főparancsnok is megérkezett. A magyar sereg ekkorra már 20 000 főt számlált, így az ütközet nem volt reménytelen. Móga a sereg jobb szárnyát a Bicskei út mentén a Pátkai mocsárra támaszkodva állította fel. Itt Milpők ezredes 3500 embernek és egy tüzérütegnek parancsolt. A középhad Holcse vezérőrnagy alatt a Pesti országút mentén 4500 katonával és két üteggel vonult fel. A bal szárnyat Répási Mihály huszárezredes vezette. 8500 embere a velencei tóra támaszkodva kedvező pozícióból védekezhetett. Ugyanekkora erő állt Velencénél Teleki Ádám alatt tartalékban. Jelasics 29-én reggel kezdte meg a támadást. A császári sereg három oszlopban vonult fel a csata mezőre. A centrumot, mely a pákozdi magaslatokon a sukorói fenség felé tört előre, maga a bán vezette. Jelasics haditerve alapján a centrum és a jobb szárny a Pesti úton szemből támad. A bal szárny pedig döntő jelentőségű áttörést kell, hogy végrehajtson, hogy egy észak felüli átkarolással a velencei tóba szorítsa a magyar sereget. Az ütközet az előőrsök tűzharcával vette kezdetét. A haditerv szerint 11 órakor Hartlieb tábornok a horvát északi szárnyal megkísérelte az áttörést. 5 zászlóalj képezte támadó oszlopát. A magyar jobb szárny zászlóaljai és nemzetőrei a Miklós huszárok támogatásával keményen ellenálltak. Egy ellenséges lovas különítmény lovasberény felé még egy átkarolással is megpróbálkozott, de a Pátkánál álló huszárok rohama visszaűzte azt. Ez alatt középen és a vereckei tópartján is megindult a harc. A tüzérségi párbaj során a magyar ágyúk kerekedtek fölül, mire a bán a teljes horvát centrumot támadásba rendelte. A magyar tüzérek azonban hatékonyan lőtték a támadó oszlopokat, és gyalogságunk is megállta a helyét. Jelasics, látván, hogy támadása mindenhol elakadt,
délután 2 órakor beszüntette a harcot, és visszavonult Székesfehérvár felé. Móga megelégedett a kívánt sikerrel, és nem rendelte el az üldözést. Jelasics bán Bécs felé erőltetett menetben hagyta el az országot, de számos horvát csapat testrekedt a Dunántúlon. A magyar nemzetőrök többségüket lefegyverezték, vagy a Dráván túlra űzték őket vissza. A hadművelet elérte célját. A horvát sereg intervencióját a fiatal honvédsereg megállította, és ezzel biztosította a magyar kormányzat működését, felkészülését a birodalmi seregek fogadására.